A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Jó estét kívánok! Hát elkezdődött a labdarúgó világbajnokság, természetesen van bőven miről beszélni, még úgy is, hogy csak néhány mérkőzés van mögöttünk, sőt, csak hogy tényleg ez véletlenül se legyen félreértés. Ezt a műsort most kivételesen hétfőn délután rögzítjük, mert stúdió technikai problémáik adódtak, úgyhogy ez a műsor, amikor önök elé kerül, akkor már több eredményt tudhatnak, mint mi most ebben a pillanatban, de azt tudjuk, hogy hogyan kezdődött a VB, nyilván lesz erről szó, ahogy egy kicsit talán megemlékezünk majd Dzsudzsák Balázs búcsú meccséről is. Azt találtam azonban ki, hogy most a műsor elején, hogy megint olyan hibába essek, hogy semmi másról nem beszélünk, csak a fociról. Említsünk olyan témákat is, amelyek fehérvári érintettségűek és minket is érdekelnek, úgyhogy először ezzel kezdjük mai vendégeinkkel itt a stúdióban, Németh Krisztián kollégámmal, aki maga közvetítette például az Alba kosarasainak lehengerlő győzelmét legutóbb itt nálunk a tévében. Farkas Szilárd, aki nem közvetített semmit, de nyilván szintén tudja, hogy például a hokisok feltámadtak és sorra aratják a győzelmeket, és hát Horog László, aki meg mindenről mindent tud, tehát felesleges. És egy kicsit csodálkoztunk, az előbb néztük itt a éppen zajló mérkőzést, hogy nem egy burnuszban láttunk a Katari stadion VIP-ében egy sörrel a kezedben, mert ott az is megengedett. Nem tudom, hogy nem sikerült elintézni a repjegyet? Nem szeretném elintézni mai adásban is, innentől kezdve érdektelen lenni, vált minden más, meg már nem szeretek utazni. Köszönjük szépen, Laci! Ez is értékeli, vagy emeli a műsor színvonalát. Szóval ugye az elmúlt hétvégén voltak fehérvári csapatok, akik nagyon szépen teljesítettek, mondanám poénkodom, mert a labdarúgó bajnokság már vége van, de úgy látszik, hogy ha akár a kosarasokat, akár a hokisokat nézzük, reménykedhetünk, hogy lesznek azért itt szép eredmények. Kezdjük talán azért a kosarasokkal, mert talán róluk most így nagyon sok minden mondani való nincs. Ugye 3 hetes szünet volt a bajnokságban, ami számomra teljesen érthetetlen, mert VB-selejtezők ide vagy oda Európában amúgy sehol nem állt meg ennyi időre a kosárlabda élet, de hát nálunk valami különleges szubkultúra van. Viszont hát a csapat gyakorlatilag leiskolázta a budapesti Honvédet, és hát mi már vagyunk olyan öregek, Lacival, hogy emlékszünk rá, hogy 25 éve lesz jövőre, hogy ez a két csapat ugye bajnoki döntőt játszott, elképesztő izgalmak és nagyon magas színvonalú kosárlabda volt. Az volt az Albacomp történetének első bajnoki címe. 90-66 lett a döntő utolsó fehérvári mérkőzése még a régi kialakítású Alba Régia sportcsarnokban. Hát hasonló volt most is az eredmény, de azért még nagyobb különbséggel, hiszen 36 ponttal nyert az Alba. És hát érdekesség, mondták, akik látták, hogy ugye Báder Marci, Mészáros Zalán, Fodor Geri, vagy Marci, valamelyik Fodor testvér is itt volt, akik most mind a Honvéd Akadémiájának a kötelékében dolgoznak. Fodor Geri volt nálunk, Marci nem. Fodor Geri volt nálunk, de tegnap nem tudta, a mérkőzésen melyik Fodor testvér volt. Szóval az a lényeg, hogy régi nagy ellenfelek, akár például a Honvéd színeiből, mint Mészáros Zalán. De hát most úgy tűnt, hogy ez a Honvéd azért még egy kicsit nincs ezen a szinten, ugye újonc csapatról van szó, egy légióssal, szerintem ők arra tartogatják, hogy majd amikor jön a play-out, akkor igazolnak még kettőt, és ott eredmény, alapszakasz eredményektől függetlenül benn maradhatnak. Krisztián, hogy tetszett a meccs? Ez egy izgalommentes. Neked már kiállt egy ilyen. Volt. Igen, már rég éltem át ilyet az arévben. Hát a Honvédnek azért még szoknia kell az első osztály ízét, illatát, ez tisztán látszott, de hát ez nyilván nem is elvárás a menedzsmenttől. Mindjárt itt az első szezonban ugye csak az oroszlány csapatát tudták megverni, ellenünk gyakorlatilag esélyük se volt. Bírói segítséget azért szerintem kaptak elég rendesen a mérkőzés egyes szakaszában. Úgyhogy abszolút sima győzelem volt. Én amikor készültem a mérkőzésre, akkor nyilván azért arra hegyeztem ki hangsúlyt, amit Zoli, te magad is említettél, hogy azért visszatért egy olyan klub az első osztályba, akivel az Alba vagy Albacomp annó nagy csatákat vívott, aztán nem, mert a Honvéd aztán eltűnt a süllyesztőben.
De hát ezt az egészet felülírta az élet vagy a sors, engem személy szerint nagyon, nagyon megrendített Szodik halála, az Alba korábbi fiatal játékosának halála. Én kedveltem, bár nem ismertem, de egy szimpatikus sportembernek tűnt a nigériai srác, akit nagyon sokszor a városban láttam sétálni, úgyhogy engem ez, bár tényleg nem volt személyes nexusom vele, engem szíven ütött, hogy ilyen fiatalon, hát ilyen körülmények között ment el, mert ahogy azt a klub is ismertette a honlapján, ők minden segítséget megadtak volna neki ahhoz, hogy modern nyugati orvoslással meggyógyítsák, de szülei nem így döntöttek. Nagyon komoly tragédia egyébként, valóban bármi történik 18 évesen, egy nappal a 19. születésnapja előtt elveszíteni valakit. Gondolom, hogy Farkas Sanyit is nagyon megrázta, hogy annak idején, amikor ide került 13 évesen, Szodik gyakorlatilag Sanyi vette a szárnyai alá. Látták benne a potenciált, a tehetséget, nyilván a testi adottságaival már akkor kitűnt a korosztályban, azért nem egy tipikus 13 éves volt, mint hogy 18-nak sem. És hát ugye az Alba utánpótlásában ő számos nagyon jó eredményben, fölfelé játszva, akár idősebbek között nagyon meghatározó játékosként ért el, vagy töltött be fontos szerepet, úgyhogy valóban felfoghatatlan ez a dolog. Én nem tudok részleteket a betegségéről, azt most hallottuk, hogy a szíve vitte el, hogy ez volt-e eredetileg is a betegsége, de hát valóban ez egy külön tragédia, hogy ugye a család úgy döntött, hogy Afrikában érzelmileg valahol érthető módon hazai környezetbe gyógyuljon a gyerek, aki évek óta ugye távol él tőlük, de hát nagyon szomorú belegondolni, hogy talán, bár nem tudjuk, mi lett volna, talán itt meggyógyulhatott volna. A nekrológ megírás előtt beszéltem nagyon hosszasan, sőt a menedzserével kétszer, aki Magyarországra hozta, Radics Balázs, és ő mondta azt, hogy eleve egy küzdelem volt, hogy hivatalosan 18 éves koráig ő nem is dönthet a műtétről. És aztán vártak, ő hajlott rá, hogy a műtétre sor kerül, végül aztán az édesapja úgy döntött, hogy hazamegy, és otthon ez az afrikai módszer gyakorlatilag, ez sámán kézrátéttel gyógyít, törzsi dobok, tehát amit néztünk filmeken, hasonló történhetett, ő neki fájdalma itt sem voltak, úgy derült ki a betegsége, hogy maláriásan érkezett vissza tavaly ősszel, és egy teljes körű átvizsgáláson kiderült, hogy Marquardt szindrómába szenved, azt jelenti, hogy nagyon hirtelen megnyúltak bizonyos testrészei, így az erek is, a szíve is, a tüdeje, és érfal problémái voltak, tulajdonképpen műanyagra kellett volna cserélni két aortát, és a magyar professzor, aki vállalta volna a műtétet, neki is egy különleges beavatkozás lett volna, egy nagyon-nagyon drága operáció, de elvállalta volna ingyen. Ő annyit mondott, hogy 5% esélytre akkor is, ha jól sikerül a műtét, hétköznapi életre tökéletesen alkalmas, ha nem, akkor nagy valószínűség szerint rövid időn belül meghal. Ez az 5% volt nagyon nyomasztó a sportoló és a szülei számára is, és ők úgy gondolták, hogy majd otthon természetes módon ilyen törzsi megoldással megoldják. De mi 5% esély volt a műtét sikerére? A sikerére 100%, arra, hogy él sportolhat, arra volt mindössze. Hát igen, ez a nagy kérdés, mert nekem bennem is ez merült fel, hogy persze a legnagyobb tragédia történt, de hogyha őt meggyógyítják esetleg civil emberként, valószínűleg akkor se láthattuk volna már kosárlabdapályán, és itt azért felsejlik korábbi egyéb nagy tragédiáknak az árnyéka, akár Ocskai Gáborére, hogy közeli példát mondjunk, akire szintén sokan rámondták, hogy nem szabadna sportolni, amiután kiderült a szív problémája, de nem szó szerint, hanem átvitt értelembe, a nagy szíve aztán elvitte, hiszen nem tudta abba hagyni a sportolást. Úgyhogy tényleg valóban felmerül, hogy meddig van értelme egyáltalán sportolói karrierben gondolkozni. Ocskai Gábor kapcsán Papp professzor, aki a kezelőorvosa volt, és az áment kimondta a visszatérésére, ő mondta azt, hogy ha nem engedem sportolni, valószínű, az viszi el. Tehát ez egy nagyon érdekes helyzet. Ocskai Gábor is elképesztő sportoló volt, és minden áron vissza akart térni a jégre, saját felelősségére. Jégkorongozott, persze senki nem gondolta, hogy mi lesz a következménye. Itt annyiban más a helyzet, hogyha itthon vállalják a műtétet, akkor hétköznapi élet 100%-ig, a sport az valóban nem, és ez az 5%-ot találta a család nagyon roppantul aggasztónak, és úgy gondolták, hogy meggyógyul. És miután nem voltak fájdalmai, ezért otthon volt ez a törzsi beavatkozás, afrikai orvosi módszerek, és visszatért. Nem hivatalos meccseket játszott, edzőmeccseket, és nem edzésen, hanem szombaton reggel zuhanyzás után érte a halál. És az édesanyja
hívta fel a barátnőjét, egy magyar lányt, aki Tatán írt, illetőleg a menedzserét, és aztán a menedzser értesítette az egyesületet. Hát köszönöm, hogy megosztod ezeket a részleteket, szerintem a kedves nézők se sokan tudták. Az nyilvánvalóan fölmerül, hogyha valóban ez a nagyon különleges problémája volt, ami a szervezet valószínűleg növekedésre képtelen reakcióiból fakad, hogy akkor gyakorlatilag tényleg neki a tragédiája lett az, ami miatt esetleg különlegesnek tűnt, hiszen nyilvánvalóan őt azért fedezték fel 13 évesen, és azért látták benne a jövő esetleges nagy játékosát, mert hát olyan paraméterei voltak. Pályán aztán ezt már játékban is tudta igazolni, de hát ezek szerint ez legalább akkora átok volt, mint áldás, hogy ilyen különleges adottságokkal született. Minden bajnoki aranynál az U16-ban, U18-ban, U20-ban részt vett, accelerált volt, hiszen 2,5-3 fejjel volt magasabb, mint a riválisok. Tehát éppen nagyon egyszerű volt a játék. Pető Ákos zseniális munkát végzett az utánpótlás edző, aki most a Nyíregyházát vezeti, de igazából, ha baj volt, be kellett dobni a gyűrű alá, és ő megoldotta. Tehát ilyen tekintetben volt nagyon szimpla, és mégis nagyon eredményes az Alba utánpótlás játéka. Hát őrá is emlékezünk, tehát a továbbiakban is nyilván az Alba meccseivel, és hát egy mondat erejéig visszatérve akkor magára a mérkőzésre. Nekem az volt igazából a kérdés, hogy egy ilyen meccsen, ahol elég nyilvánvaló, hogy mi a különbség a két csapat között, és ez hamar ki is derült, mennyire tud végig koncentráltan és megfelelő szinten pörögni az Alba. Láttunk ugye 20 pontos vezetésről is elvesztett meccseket, nyilván nem ilyen szintű ellenféllel szemben, de talán reménykedhetünk benne, hogy ez a kicsit szűkített keret, három légióssal, valószínűleg még nem teljes értékű Szabó Zsolttal, talán az ilyen meccseket, ha más nem, akkor az összpontosítással hozni tudja, és 31 gólpasszal, amit az, hogyha felszorzol kettővel, akkor mondhatjuk, hogy a több mint a kétharmadát az Alba pontjainak kollektív játék okozta, vagy hozta, tehát hogy igazi csapatként tudott játszani. Szerintem a Honvédnek esélye nem volt ezen a mérkőzésen, tehát ég és föld volt a két csapat karaktere, ráadásul itt a triplák egyáltalán nem ültek a vendégeknél, tehát és azt erőltették, vagy azzal igyekeztek operálni, úgyhogy minden esélyük elszállt egy idő után. Szerintem így a válogatottban elfoglalt, vagy válogatott elfoglaltságai után szerintem mondjuk Vojvodának, Somogyinak, Pongónak kifejezetten jó jött ez a meccs, ahol azért nem kellett 1000 fokon égni, meg lehetett egy picit a végén pihenni. Hát amikor a legvégén meg csak magyar fiatalok voltak a pályán, azért olyat se látunk mindig, már mind a két oldalon. Úgyhogy jó meccs volt, a Honvédnak semmi esélye nem volt, mi meg egy magabiztos győzelmet arattunk. És azt hiszem, hogy most hétközben már megyünk a Posvárra, ugye? Most lesznek az igazi értékmérők. Hát most nagyon kemény, hét meccs lesz decemberi, tehát az év hátralévő részében, és ez gyakorlatilag ugye 4 hetet jelent körülbelül. Úgyhogy most valóban egy fizikálisan is és mentálisan is megterhelő sorozat. Én arra vagyok kíváncsi, nem tudom, Laci, persze lehet, hogy benfentesebb ebben, hogy van-e tervben légiós igazolás. Ugye a válogatott szünet alatt elköszöntek Adam Kemptől, különösebb indoklás nélkül, mondjuk a teljesítménye nem is kívánt nagy indoklást, és hát nyilván a szurkolók arra kíváncsiak, hogy oké, hogy a Honvédot 3 légióssal is meg lehet verni, de hogy hosszabb távra vannak-e tervek az ő pótlására, illetve a keret kiegészítésére. Adam Kempnek megnéztem utolsó 3 meccsét, volt 2 pontos meccse, 12-8, ő akart menni, visszatért Lengyelországba, be is mutatkozott, 14 pontot dobott a hétvégi meccsen. Ő 4 évet ott töltött abban a bajnokságban, ismerte mindenki, kicsit idegen környezetbe jött, nem akarta senki elküldeni, ő jelezte, hogy van egy lehetősége, és a klub azt mondta, hogy ha úgy gondolja, akkor menjen. Kicsit még visszatérve a hétvégi meccse, utána néztem, a Honvédnak 33-szor nyertek bajnokságot, az utána következő együttes 7-et, mi nyertünk 5-öt. És volt a 60-as, 70-es, 80-as években, és utána az ezredfordulón mi jöttünk a helyükre, a 3 egymás után szerzett arannyal, de hogy mekkorát változott a világ, hogy a fővárosban gyakorlatilag eltűnt a kosárlabda. Volt a Vasas, volt a TF, volt a MAFC legutóbb, és ők 3-szor voltak az élvonalban. És a Honvéd most visszatért, ami egyértelműen öröm, és én is nem felejtem el kezdő újságírónként a Dózsa György úti csarnokban azokat a meccseket, amit Joker-re, egy istár... Emlékszel, Jokerre? A Honvéd vezérszurkolója volt, mindig ilyen Joker sapkában volt egy srác, mindenki ismerte, mindenhol szeret, a Honvédot nagyon utálták mindenhol vidéken, tehát tényleg az előző rendszerben, amikor kezdett a vidéki kosárlabda feljönni, akkor a szurkolók legfőbb fóbiája az a Honvédhoz kötődött, mert hogy őket kellett először valahogy legyőzni.
De volt egy ilyen körülbelül három fős B közepük, akik mindenhova mentek, és abból volt egyik Joker, egy ilyen kis kapafogó aranyos gyerek, nagy Joker sapkával. Nem tudom, hogy ő megvan-e még majd, ha most játszik az Alba Pesten, akkor elmegyek, megnézem. Itt nem volt az biztos, tehát gyakorlatilag ő volt a fővárosi Manoló. Igen, igen. De az biztos, hogy tényleg óriásit változott a kosárlabda. Jó, hogy visszatértek, de a kérdés, hogy nem lesz könnyű dolguk, mert azért nem egy erős csapat, ahogy a meccset figyeltük. Na hát eltett negyed óra az adásban, most már Szilárdot is megkérdezem, hogy ő hogy látta, de akkor ugorjunk a kosárlabdáról át a jégkorongra, azt talán jobban figyelemmel kísérted. Mikor legutoljára beszéltük a hokisokról, ugye azt mondtam, hogy éppen 4 meccset elvesztettek zsinórban, ők is egy válogatott szünet előtt voltak akkor. Hozzá kell tenni mind a 4-et egy góllal, talán 2-t is hosszabbításban, volt, hogy 1-0-ra kaptak ki, tehát abban épp úgy benne volt az, amit most látunk, hogy most megnyertek 3-at, szoros meccset megnyerve nagy kapus teljesítménnyel, de talán ez most biztató, hogy akkor tényleg kezd összeállni a dolog. Hát azt lehet nyilván látni, hogy egy kicsit hullámzó a teljesítmény, és én mindig az előző évhez vetítem a mostanit. Mindenki ugye azt várja, hogy folyamatosan nyerjen a csapat, de ha nem nyerünk, akkor is legalább döntetlen, vagy egy góla, ha kikapunk, az se baj, de nem folyamatosan. Hát ugye itt azt kell látni, hogy az elvárások legalábbis a szurkolóktól az a folyamatos győzelemkényszer. A vezetőség is szeretné ugye megőrizni azt, hogy ismét jó helyezést érjen el, illetve ismét ott legyünk, hát ha nem is a döntőbe, de a közelébe. Hát a legnagyobb állam ugye az ezüst után az arany lenne, azért ennek nem sok realitása van én szerintem, de el kell indulni azon az úton, hogy most már nyerjék a srácok a mérkőzéseket. Ugye Laci mindig elmondta, és a krónikához hozzátartozik, hogy ugye a tavalyi meglehetősen speciális szezon volt az osztrák klubok igazolás politikáját, meg pénztárcáját tekintve is. Most, ha feltételezzük, hogy most arra kiegyenesedtek a kérdőjelek, akkor is azt látjuk, hogy egy végtelenül homogén mezőny van. Egy Vienna Capitals, egy Klagenfurt nagyjából tök egyforma mérleggel áll most a volánnal, egy vagy két meccsen játszottak esetleg kevesebbet. A Linzet egy góllal megvertük, amelyik egyébként kifejezetten jó szezon produkál, szintén hasonló pontszáma. Talán a Bolzano van a táblázat elején, amelyik egy meglepően kiegyensúlyozott jó teljesítményt nyújt. De ez a mostani, ez talán még tömörebb massza, mint bármelyik korábbi, és azért az nem rossz ómen, hogy azért nem lóg ki ebből a volán sem. Hát a volán gyakorlatilag ugyanabból a pénzből gazdálkodik, mint a klubok többsége, ami a korábban másfél évtizeddel ezelőtt nem volt jellemző. Ma már az osztrákok is belátták, hogy nincs értelme annak a fajta pénzlocsolásnak, mert sokkal több nézőjük nincs, és el tudnak úszni ők is. Tehát ilyen szempontból a Fehérvárnak kell is produkálni azokat a feltételeket, hiszen egy kanadai, vagy egy finn, vagy egy svéd jégkorongozó számára tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy ő hol játszik. Nyilván Innsbruckban egy picivel jobb, de hogyha azt mondja, hogy Ljubljana, vagy Székesfehérvár, olyan nagyon nagy különbség nincs, mint ahogy az Nojnokmó kapcsán sem volt. Itt, ha ugyanazt a feltételt rendszer tudja a volán biztosítani, akkor minőségű játékosokat igazol. Most is 10 külföldivel mennek, ahogy a többiek is. Ez egy érdekes szezon lehet, olyan szempontból, hogy valóban tömörebb a mezőny. A tavalyi ezüst azért az egy óriási dolog volt. Szerencsefaktort nem éreztem, hanem egy nagyon jó sikerült igazoláspolitika, és amikor tényleg minden sikerül. Most idén én úgy gondolom, hogy ha az elődöntő összejön, azt mindenki most már megtapsolná. Hát főleg úgy, hogy tényleg azt látjuk, hogy egy Vienna Capitals jelen pillanatban ugye meg tudjuk verni idegenben egy teljesen kiélezett meccsen, vagy a Klagenfurtot. Az Salzburg az egyetlen, amit most már nagyon jó lenne, ők is nagyon közel vannak, ők is épp, hogy csak nyernek ellenünk, de még mindig nyernek. Tehát tényleg teljesen benne van az is, hogy akár már a 8 között egy kiélezett párharcban kiesel. Remélem az nincs benne, hogy oda nem jut be a csapat, bár iszonyú hírig lesz ott a 6. hely környékén, és akkor, hogyha nem vagy benne, akkor ugye alulról fölküzdeni magad. Tehát azért ez szerintem egy olyan meccs lesz, ahol gyakorlatilag a végéig nem lesz könnyen vehető és igazi tét nélküli találkozó. Én azt gondolom, hogy hosszú távon, vagy nagyobb időintervallumban gondolkodva keresve sem találhatott volna a csapat jobb időpontot, vagy idősávot arra, hogy elkezdjen felfelé szárnyalni, és egyre inkább versenyképesebbé válni az osztrák ligában, hiszen ugye épül a csarnok, és nyilván hosszú távon is, meg a csapat a magyar egyetemes jégkorongban, meg a város életében elfoglalt szerepe kapcsán is már megérdemel egy új csarnokot,
az utóbbi néhány év, vagy akár csak a legutóbbi szezon kapcsán, meg pláne. Úgyhogy szépen felfut ez a dolog, ott aztán ki is teljesedhet, hogyha sikerül továbbvinni ezeket a teljesítményeket, meg hát nyilván, ha sikerül üzemeltetni energiaválság közepett a csarnokot. Igen, nem lesz könnyű, ugye bő egy év múlva vára van kitűzve, hogy ennek a csarnoknak nagyjából el kell készülnie, mondjuk 2023 végére, az a következő szezon közepe, tehát nyilván óriási dolog lenne, hogyha mondjuk a következő idény rájátszásában már ott szerepelhetne a Volán, de hát én tényleg bízom benne, hogy még ez akár az idei szezonban is összejöhet, mert hogy a potenciál megvan a csapatban, az biztos, ahogy Laci is mondta, nincs egetverő különbség jelenleg az állományok között. Legalábbis biztos nincs annyi, mint Katar és Ekvádor között volt, mondjuk a labdarúgó világbajnokság nyitányán. Tehát a fehérvári télből a katari nyárba. Hát elkezdődött a VB. Én tegnap néztem ezt a nyitó meccset, nekem igazából egy nagyon nagy kedvenc képen, borzasztó gyenge meccs volt egyébként is, tényleg, de olyan szint úgy értve, hogy amikor akkora különbség van két csapat között, hogy a jobbik se akar már igazából focizni. Volt egy kép ott a nem tudom 80. perc környékén két ilyen katari sejket mutattak, és akkor az az arc, amit ők vágtak, szerintem a világ nagy részében egy ilyen elégedettséget szült, hogy azért pénzért mindent nem lehet. Oké, hogy megvettem a fél FIFA-t, megvettem a fél világot, fölépítek stadiont, meghal néhány ezer ember, bebizonyítom, hogy olajból, semmiből bármit lehet csinálni, de amikor ki kell menni focizni, és hogy a klasszikus kabarét réfában Koltai Róbert mondta edzőként, hogy gyerekek, az ellenfél is a pályán lesz, ezt elfelejtettem mondani. Tehát, hogy ott ezzel szembesülni, ami nyilván azért sok kérdést felvet, nem tudom ti milyen érzésekkel néztétek ezt a meglehetősen egyenlőtlen és alacsony színvonalú nyitó meccset. Belőlem a semmilyen érzelmet nem váltott ki a nyitó meccs, ez azért ritka dolog. Hát azért megmosolyogtam én is a katariakat, főleg a kapust, ezt még a felvétel előtt Laci is megemlítette, mikor ilyen lepke vadászatra indult az ötös környékén a katari kapus. Igen, de egy 4,5 centis is les, azt még megmentette. Igen, ez még világ egy, 3 perc telt el a VB-ből, és a világ egy emberként ordít fel, hogy már csalnak. Gyakorlatilag elképzelhetően úgy kezdődjön egy meccs, hogy Isten tudja, hány ezer milliárd dollárért oda visznek egy VB-t, és a harmadik percben már gólt kapnak, és akkor a VAR kiszúrja, hogy na de a 45-ös cipőből 2,5 centi előré volt. Igen, viszont ami a VB rendezést illeti, én nem tudom, hogy mi a VB-vel, vagy mennyire cél ez a kivagyiság a VB megrendezésével, meg a mérhetetlen mennyiségi dollár milliárdok belepumpálása valamiben, mert az még ott nem volt. De szerintem azért Katarba, ami a hosszú távú stratégiájukat illeti, tehát ők azért a térképre akarják magukat tenni a turizmus szempontjából is, mert nagyon úgy tűnik, hogy az olajra egy idő után már nem lesz szükség, mert minden elektromos energiával megy majd, és abból is, akkor is élni kell nekik valamiből, és azt nagyon jól mutatja például Dubaj is, hogy a turizmusra elég komoly összegeket szánnak. És szerintem a VB is... Nincs, vagy lehet, hogy nem is kell. Tehát ők a stadionokat szerintem... meg lebontják a VB után, vagy legalábbis nem tudom, hogy kecskék fognak benne legelni, de hogy igazából funkciójuk nem nagyon marad. Egy olyan bajnokságról beszélünk, ahol egyébként tényleg a Paks mezőköves nézőszáma van bajnoki mérkőzések. Jó esetben. Hát, csak most majd 40 ezres stadionokban. Hát fussa. Na, van pénz. Lóvéra. Igen, jól néz ki. Nem probléma. Hát ugye beszéltünk az előző adásban, hogy kit mennyire és miért kap el a VB Lász. Hát annyira a mérkőzés előtt se kapott el minket, ugye az MD stúdiójában is beszélgetés volt a megnyitó műsor közben, mivel ugye azt tudjuk, hogy nagyon sok sztár, azt hiszem, hogy 3-4 fellépőt közük Shakirát akarták meghívni az eseményre, de senki nem vállalta. És akkor volt egy ilyen kis ünnepség, mint mondjuk nálunk május 1-én lobogtak az zászlók, meg szólt a zene, meg kis füst, kis fények. Kicsit többe kerül, de kicsit többe kerül, de körülbelül ugyanannyi vonzata volt, hogy semennyi, tehát ugye a Dubé Pist is megemlítette, hogy hát a megnyitóra egy kicsit lemaradtunk az ünnepi részéről, és az volt gyakorlatilag a legpátoszosabb, hogy bevonultak a csapatok, és akkor elkezdődik a világbajnokság ezzel. Aztán elkezdődött a világbajnokság, ugye születnek a mémek, ez volt az első, hogy már csalnak. De nem a legelső, de a visszaszámlálás meg volt.
Hát az egész ordít az angol nyelvű visszaszámlálás a stadionban, hogy 10, 9, 8, 7, és itt a bíró elindította a meccset. Mi ment a visszaszámlálás már a játék? Az olasz bírónak nem szóltak, hogy a 7-0-nak értette, nem tudom, hogy akkor várja már meg, amíg a visszaszámlálás lezajlik. Hát, megy a nagyzolás folytatva a dolgot, és ugye megszülettek a mémek, hogy az ekvádori szurkoló, éppen a katáriak előtt, ugye a turbános katáriak előtt, money, 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 ugye mindent lehet az egyik helyzetnél, mondta be, és akkor nagyon csinították szigorú, ahogy azonnal üljél le, és maradjál csendben, vagy mennyi haza. Lehet, hogy ez az egyik. És kikerült, nem is tudom, talán a Nemzeti Sport oldalára egy fotó, hogy bemondták ugye a hivatalos nézőszámot, ami 67 000 akár 100 volt, miközben a stadion befogadó képessége 60 000, és miközben a képen, amit közzétettek, rengeteg lyukas hely, olyan hely volt, amit ugye nem használtak, nem ültek rá, tehát azért vannak furcsaságok. Hát lehet, hogy mi mondjuk mosolygunk ezen az egészen, de szerintem őket ez egyáltalán nem érdekli. Hát az tehát, biztos, igen. Ők szerintem jobbat mosolyognak rajta, mint ugráltok itt. Nyitó ünnepségekre ezúttal Dua Lipa volt az első számú opció, aki nemet mondott. Döntően Egyesült Államokbeli színesbőrű énekesnőket hívnak. Én egyszer voltam nyitó ünnepségen 2006-ban Münchenben, nem olimpiai megnyitó, tehát nem viszik túlzásba, mennél komolyabb egy sportág, és a futballnál nincs komolyabb, annál szerényebb a megnyitó ünnepség. Ugye emlékszem a tévékből, törzsi dobosok bármely pontjáról a világnak, kis fényjáték, lézersó, fákják, de tulajdonképpen aztán indul a futball, és itt is ez volt. Tehát ez nem volt jobb vagy rosszabb, mint a korábbiak. Itt annyiban más ez a VB, hogy itt a fenntarthatóság, és szerintem ez volt a döntő érv, hogy Fekete-Afrikának adják majd ezeket a stadionokat, amelyek nyilván a sivatagban semmi helyük, és ott azért úgy gondolom, hogy azzal nagyon nagyot segítenek annak az elmaradott futball részlegnek. Ez a döntéshozatalban, hogyha én oda kerülök, és nem kapok aranyórát, hanem egyszerűen csak végig gondolom, nyilván nem szavaztam volna Katarra, mert voltak ott azért jobb jelentkezők, de azzal, hogy nagyon szegény afrikai országokban lesznek olyan stadionok, ami nem feltétlenül indokolt, de biztos, hogy egyfajta előremenetelt segít. Ilyen tekintetben akár még ez jó is lehet. Az más kérdés, hogy a Láz engem sem kapott el, mert nincs, amiért elkapjon, tehát nincsenek emlékeink, nincs olyan dolog, amihez kötődnénk, egyszerűen csak várjuk a meccseket, és nyilván a végjáték ugyanúgy jó lesz, mint bármilyen más VB-n. De Laci, a 22 döntéshozóból, aki 2010-ben ezt a VB-t ugye Katarnak adta, és az 4 évvel ezelőtt itt Oroszországnak, azóta 16-ot eltiltottak a futballal kapcsolatos minden tevékenységtől. Itt azokról az emberekről beszélünk, akik konkrétan szavaznak róla. Nem tudom, hogy azt nem mondtad, hogy aranyóráért cserébe te se szavaznál Katarra, de ilyen humánus szempontok alapján lehet. Tehát én szerintem abban azért közmegegyezés van, bár nyilván nem mi vagyunk ennek a mindentudói, hogy itt nagyon erős korrupció gyanú minimum van. Lehet persze egy korrupció nem csak gazdasági, hanem politikai is. De nem is ez a baj, mert hogyha korrupcióval megkapja mondjuk az Egyesült Államok, ezt is el tudnánk képzelni, az atlantai olimpia se puszéért került annak idején 96-ban Coca-Cola városába, viszont olyat rendeznek, olyan kultúrájuk van és olyan viszonyuk a sporthoz, akkor azt nagyon hamar el tudod felejteni. Itt tényleg azt látom, amit Szilárd is mondta, hogy egyrészt burnuszos emberek a 40. perc után nem jöttek vissza a stadionba, nézik úgy a meccset, hogy valószínűleg nem is láttak életükben, a semmibe építettek bele stadionokat ott, ahol erre se igény, se semmiféle lehetőség korábban nem mutatkozott. Tehát, és én azt gondolom, hogy talán ez most azt bizonyítja be majd indirekt módon, hogy valóban ennek így nincs helye. És talán visszatérhet a foci oda, ahol tényleg akarják és szeretik. Bár úgy, hogy a szaudi herceggel láttuk állítok az Infantinót ott a díszpáholyban, és Szaúd-Arábia is pályázik egy VB-re előbb-utóbb. Szerintem amíg van aranyóra, amit oda lehet kínálni a döntéshozóknak, addig szerintem ez másodlagos kérdés, hogy most hányan nem jönnek vissza az első fél idő után a másodikra. Tehát ez tök mindegy szerintem. És akkor mit gondoljuk arról, ami egyébként nem feltétlenül Katar hibája, mármint a válogatotté, hogy ilyen tudású csapatok kerülnek a világbajnokságra? Te mondtad a múltkori adásban, hogy Magyarországon is azért nincs nagy futballáz, mert most már mi annyira szeretjük a mi csapatunkat, hogy jobban fáj, hogy nincs ott, meg jobban zavar, mint mondjuk néhány évvel ezelőtt. Én nem azt mondom, hogy a magyar válogatottnak helye lenne feltétlenül a VB 32-es mezőnyébe, de hogy mondjuk egy Katarnál vagy Iránnál nem vagyunk gyengébbek, tök mindegy, mit mond a világranglista, azt azért nagyjából szerintem leszögezhetjük.
és hát ilyen csapatokat láttunk, és tudjuk, hogy 48-asra bővítik. Szimpla üzlet egyébként, ez a jogok odaítélése, 2006-ban Németország kapta a VB-t, az új-zélandi követet eltiltották, nem voltak közvetett bizonyítékok, Beckenbauerre nagyon jó kapcsolatot ápolt, ott megvádolták a németeket, hogy másnak kellett volna kapnia. Az Egyesült Államok nem kapta meg azt a VB-t, amit megkaptak az oroszok, óriási balhé volt a FIFA-nál, gyakorlatilag a Nioni szállodából elvitték a fél vezérkart. Ez nagyon furcsa, hogy az Egyesült Államok beavatkozhat olyan külföldi helyszíneken is, ami közvetlenül az Egyesült Államokat érinti. És következő VB-t meg is kapták Mexikóval és Kanadával. Ez érdekes dolog, mint ahogy 96-os olimpiát megkapta Atlanta, de Athéna nem volt felkészülve rá, a 2004-est is szépen megrendezték, de ott, amikor mentünk az eseményhelyszínre, még ott a metró megállóval még ott betonoztak, tehát tulajdonképpen ilyen fapallón sétáltunk, tehát, és aztán kiderült, hogy a görögök számára az a 2004-es is túlzott volt, hiszen a későbbi gazdasági válságukat nagyban befolyásolta, hogy építeni kellett olyan rendezvényhelyszíneket, amiket később semmire nem lehetett használni. Vadvízi evezőspálya, semmire nem kell, cselgáncs, hát ökölhívás, kajakkenó, florba. Így, ha elviszik pár ezer kilométer odébb ugyanazon a kontinensen ezeket az arénákat, akkor akár még ez jó is elsülhet. Dél-Afrikában voltál, ott láttad, ott is ez egy viszonylag gazdag afrikai ország, nagyon sok problémával, de ott is azok a helyszínek később azokat használják, akár a Kaiser Chiefs, vagy jó hát néhány egyesület. Hát ott voltak olyan stadionok, amik eleve léteztek, nem volt még olyan szigorú elvírás, például voltam a, nem jut eszembe a település neve, én csak Johannesburgból közvetítettem meg Durbanből egy meccset, és egy harmadik helyszín, ahol egy olyan stadion volt, ami egyébként egy az egyben a régi sóstói stadionra emlékeztetett, a betonkaréjjal nem volt fedett, teljesen új nézett ki, még mondta, hogy még csak a sóstó hiányzik mögüle, de ott meccset lehetett rendezni, Uruguay-Mexikó meccset közvetítettem onnan, mert valószínűleg akkor még azt mondták, hogy ha ilyenek az adottságok, és ez a stadion ott van, egyébként nem is tudom, milyen városhoz tartozott, nem valami nagy metropoliszhoz, akkor ott miért ne lehetne meccset rendezni. Egy Uruguay-Mexikónak a 20 000-30 000 nézője, az bőven elfér. Most inkább az a baj, hogy tényleg miközben szigorítják ezeket, és most olyan technikai megoldásoknak kell megfelelni, olyan előírásoknak mindenkinek, amire valószínűleg Katarnak van pénze, más országnak meg nem annyira. Tehát, hogy itt ez az egyenlőség eltűnt, de ezzel együtt ugye Afrika kapcsán is azért sokakban felmerült, hogy kell-e ott VB-t rendezni. Ez érdekes, mert tulajdonképpen, ha végig gondolom, hogy Németország, Olaszország, Spanyolország, Anglia kivételével nagyon kevés olyan helyszín van, ahol fenntarthatóak ezek a stadionok. Tehát Brazíliában, például Manausban, de a brazíliai városi stadionban a városi buszmegálló van, tehát tulajdonképpen még egy nagy ország, futballimádó ország, gazdasági potenciál is megvan, egy brazíliai is nem tud mit kezdeni jó néhány stadionnal az őserdő közepén. De ne menjünk nagyon messze, a portugáliai EB 2004-ből gyakorlatilag, ott is a Faroe stadiont semmire nem használják. Vannak létesítmények a Benficai, a Sportingi, a Braga, a Boavista, amiket ténylegesen használnak, de tulajdonképpen vannak helyszínek, akik ott is üresen tátonganak. Tehát ez a nehéz ügy, hogy az európai nagy futballkultúrák, vagy Franciaország is ide tartozik egyértelműen, de már egy Hollandia, ha fölépíteni 50-60 ezer stadionokat, az Amsterdami aréna ekkora is, ott nyilván teltház, Rotterdami, de Hollandiában is egy kisebb város, ami élcsapattal rendelkezik az élvonalban, de 50-60 ezer arénára egyszerűen nincs szükség. Én szerintem, ami nyilván a katari rendezés azokat a kérdéseket abszolút felveti, amiket itt taglaltatok, de nekem sokkal rosszabbul esik az, ezekkel együtt, hogy ez most van. Hát, hogy ennek nem nincs itt a helye. Mert Katarban van. És a labdarúgók beesnek a klubjaikból gyakorlatilag, és most tolják tovább, ott majd hazamennek, és nyomják tovább a bajnokságokat, adott esetben Angliának. Aki elmenne szívesen egy VB-re, az nem biztos, hogy most a nyári szabadságát ide tudja tenni, nem biztos, hogy meg tudja fizetni Katar. Tehát itt az időpont, hát igen, Katarban van pénz, mert mondták, hogy hát inkább ilyenkor kéne. Tehát, hogy ez nekem sokkal jobban. Igen, ez a bűn, ha lehet így mondani, ugyanarról a tőről fakad, hiszen amikor azt mondta valaki, hogy legyen Katarban VB, mert marha sok pénzt tudnak érte fizetni, akkor azzal azt is vállalta, hogy akkor az télen lesz, hiszen nyáron 50 fok van, és még a légkondicionált stadionban sem lehet megélni.
Na mindegy, az eredeti kérdéshez visszatérve nem tudom nektek ezzel a létszámmal mennyire van gondotok. Most egy kicsit, mintha túlzottan is higult volna. Valószínűleg egyébként ezért is, mert tényleg se rákészülni, se normálisan felkészülés folytatni nem lehetett. De én azt gondolom, hogy itt a 16 között kezdődik majd talán az a része a VB-nek, amikor valóban érdemi jó foci meccseket lehet látni. Mert most annak, hogy Katart, vagy Iránt, vagy nem tudom kiket mondjunk, mennyire ver meg majd egy európai, épp hogy összeálló válogatott, túl sok jelentősége nincsen. És mondom még egyszer, 48-ra fogják emelni ezt a létszámot, és ez nem azt fogja jelenteni, hogy plusz 12 európai ország mehet, bár úgy lenne, hanem majd plusz 12 a világ minden részéről. Hát azért őszintén szóval nyilván egyetértek azzal, hogy a, nem tudom, a Vanuatu Anglia mérkőzésnek nem lenne értelme, meg érdemi élvezeti értéke, de azért ha azt vesszük, hogy Óceániából egy vagy egyetlen csapat sem vehet részt a VB-n, akkor azért az nem túl igazságos. És hány üti meg a szintet? Tehát te milyen óceániai válogatottak néznéd meg bármilyen mérkőzését, mondjuk az ausztrálokon kívül? Hát jó, ha világbajnokságról beszélünk, hogy... akkor ha már ennyire sok himi-humi van, akkor legalább legyen igazságosabb. Nekem az sose volt szimpatikus egyébként, hogy ugye óceáni az, ahol meg kell mérkőzni egy másik zóná, talán nem is tudom, Ázsia. Volt, igen. És hogyha azt elbukja, akkor Óceániából nincs csapat a világbajnokságot. Tehát ez engem mindig is zavart. Azzal együtt, hogy az ausztrál futballról nem sokat tudok, meg nem is igazán érdekel, Puskás Öcsit leszámítva. Ausztrálok könnyen megoldották, átkérték magukat Ázsiához, kicsit a földrajzi rétegek így elcsúsztak, és most tehát már egy azért... az ottani konfederációból próbálnak kijutni. Én amikor a 94-es VB után úgy kezdtem nézegetni, hogy is működik ez a kvalifikációs rendszer egy világbajnokságra, arra emlékszem, hogy ez kifejezetten zavart, hogy most ez mi? Hát ez nem világbajnokság akkor. Tehát, hogyha csak alapjaiban nézzük ezt a rendszert, akkor ez teljesen igazságtalan. Te nagyon fogsz csodálkozni, nagyon-nagyon nem is éltél még akkor, te azt tudod, hogy 1978-ban a magyar válogatott kivel játszott pótselejtezőt a világbajnoki részvételért? 78-ban? Az Bolíviával. Igen. Magyarország Bolívia VB pótselejtezőt rendeztek, úgyhogy miután itt megvertük 6-0-ra a Bolíviát, még el kellett utazni, tehát valószínűleg tényleg lelevelezte volna szívesen a két szövetség, de el kellett utazni még nem tudom 4000 méter magasba. 3200 lapáz. Ja, játszani egy meccset, tehát van ilyen, nekünk az jó is volt, mert hát válogatott akkor kijutott megint a világbajnokságra. De hát, hogy ezek így megtörténnek, és nekem mondom, nem, igazából azzal van a bajom, hogy alig van olyan meccs most már, ami, de majd lehet, hogy egy nyári VB-n megint visszatér, hogy rendesen rákészüljenek a válogatottak, de a 48 csapat irdatlanul soknak tűnik nekem. Volt olyan, az óceánia játszott a dél-amerikai ötödikkel, ez döntően általában Uruguay volt, és ha nyilván mindig a dél-amerikaiak mentek ki. Ez érdekes dolog, mint például olyan szempontból a 48-ban lesz higulás. De a foci EB-n is én úgy gondoltam, amikor 16-ról 24, de nem nagyon voltak olyan csapatok lefele. Tehát mi is kétszer kvalifikáción mentünk ki azért az EB-re. Mert Európában ilyen a foci. És nem lógtunk ki, sőt, voltak kimondottan jó meccseink. Tehát érdekes, és ezt pont számolgattam, hogy a VB-re 13 európai csapat mehet, azért az kevés a viszonyrendszer ismeretében, hiszen 20-nak vagy 22-nek ott kéne lennie, még a 32-be is, a 48-ban meg különösen. És a legutóbbi VB-n Rossi nemrég nyilatkozta, hogy a két albán meccs, tehát a legutóbbi selejtező csoportunk 26-tal Anglia könnyedén, 22 a lengyelek, 17 az albánok, mi 16. Ha 4 pontot elveszünk, ami egyébként benne lett volna, ott akkor kint vagyunk második helyen a VB-n. Tehát így azért nagyságrendekkel több esélyünk lesz a VB-re is kijutni, de az biztos, hogy a 48 sok, de ha azt veszem, hogy akár mi is ott lehetünk, akkor részemről lehet. Igen. Egyébként én azt gondolom erről, hogy például most itt az európai nemzetközi kupák, tehát klubkupák kapcsán, meg a Superliga kapcsán is, ugye gyakorlatilag nyilván mi magyarok azt mondjuk, hogy innentől kezdve majd hogy lesz esélyünk arra, hogy szembe jöjjön mondjuk a Vidivel egy Chelsea, mert hogy elég nehéz lesz eljutni erre a szintre. De gyakorlatilag, ha ez a rendszer így marad ebben a formájában, akkor Vanuatun
meg Szentkécennévi-szigeten soha nem fog feljebb menni a labdarúgás, és ha mi azt mondjuk, hogy ez a mi rendszerünk, bocsánat, igen, ezt a szót kerestem, kiváltságunk, hogy mert mi vagyunk olyan jók, hogy ott legyünk a VB-n, akkor valójában mi sem mondunk mást azokhoz képest, mint akik azt mondták, hogy legyen a kluboknak szuperliga, mert ez egy ilyen zárt kör, mert akkor vannak jó meccsek. Sajnos az a baj, hogy nem azért bővítik tehát ebben tök igazad van, de nem azért bővítik a világbajnokságok mezőnyét, hogy Vanuatu meg Szentkécs Névisz bekerüljön, hanem hogy maximalizálják a még nagyobb profitot, és egyébként meg magasról tesztek rá, hogy mondjuk kivel játszik Anglia 6-0-át, Szentkitccel vagy Iránnal. Nem tudom, nehéz kérdés. Európából valóban bőven kijuthatna még válogatott, ugyanakkor Észak-Macedóniát vagy Finnországot elnézve az EB-n, ott se éreztem feltétlenül, hogy ez a nagyon megdobja a színvonalat. Hát nézzük egy kicsit azt, hogy a foci így mindenkié lesz, még akkor is, hogyha gazdasági szempontok befolyásolják ez az egészet. Ugye több nézőt nyer majd a futball az egész világon, hiszen többen koncentrálnak a világbajnokságra, eddig is ugye a világ legnézettebb eseménye volt. Most az, hogy tényleg csak a Katar-Ekvádor meccs. Katar-Ekvádor meccs, ugye a világ, tehát más nem lehetett nézni, csak azért lehetett ez. De hát, hogyha kis országok emberből nézik a szurkolók, akkor is többen leszünk, kevesebben semmiképp sem. Az, hogy milyen színvonalú meccsek lesznek, és ez bizonyára a színvonalnak a hiányában fog majd csúcsosodni, hogy hát azért nem biztos, hogy kellenek ezek az országok. Az mindenképpen jó lesz, hogy újabb cserpeket kapunk a különböző általunk nem nagyon ismert, és mások által sem nagyon ismert futballkultúrából. De látjátok, Izland is megcsinálta, szóval ott azért azt kevesen gondoltuk volna, hogy... Néha vannak újak, akik bekerülnek, és tök jó, hogy ott vannak, Izland valóban ilyen volt, de mondom, én ezt a Katart elnézve, vagy amit Irántól láttam, az alapján azt mondanám, hogy bizonyos területeket meg teljesen felesleges kivinni egy világbajnokságra. Na mindegy, nagyon kevés maradt a műsoridőnkből, kicsit dzsudzsizzunk, hiszen tegnap elbúcsúzott a immár magyar válogatottsági csúcstartó. Nem tudom, hogy a magyar futball egyetemes történelmét elnézve, ugye óriási zsenieink voltak, hogy Dzsudzsák Balázsnak hol van a helye, akár az alancsapat, akár a nem tudom, Albert, Nyilasi, Töröcsik generációkhoz képest, de immár ő minden idők legtöbbszörös magyar válogatott játékosa. Hogyan viszonyultatok ehhez a témához? Nem ahhoz önmagában, mert szerintem nincs az a probléma, hogy Dzsudzsák sokszor volt válogatott, de hát ugye ez a búcsú meccs, ez kvázi ilyen kívánságkoncert volt az ő esetében. Hát én azt mondom, hogy én bevallom őszintén nem láttam a meccset, viszont mindent olvastam róla, amit lehetett, és én azt gondoltam először, hogy hát ez mi? Hát meg Balázsnak, most bocsássanak meg, ez az én véleményem, de ha lenne egy kis esze, akkor azt mondja, hogy ilyen körülmények között nem akarok én a világbajnoki csúcstartó lenni, ugye 109 mérkőzéssel, mert nem érdemeltem ki azt, hogy a következő, a tegnapi mérkőzésre, vagy a holnapira, vagy a egy mérkőzéssel előbbire engem beválogasson a kapitány. De tudat alatt már hájpolja, mert világbajnoki csúcstartót mondtál egyébként. Bocsánat, a nemzeti válogatottban a csúcstartó Magyarországon. És viszont egy kicsit máshonnan közelíte meg, akkor azt mondom, hogy a nemzeti válogatottban nyújtott teljesítménye alapján megérdemelte a búcsú meccset. Viszont én azt mondom, hogy a karrierjét elnézve nem érdemelt még egy plusz meccset, tehát most Dzsudzsák Balázst, mint a magyar válogatott labdarúgót ünnepeltük, és pont. Laci, neked mi ez az álláspont? Tudjuk Dzsudzsák karrierjét, tudjuk, hogy mi volt benne, mi lehetett volna benne, bár ezt nyilván már soha nem tudjuk meg, de végül is most már tényleg ő a legtöbbszörös, valaha volt legtöbbszörös. Ezen gondolkodtam, hogy Bozsik József 101-szeres elképesztő futballista volt. Tehát nem nagyon mérhető a maiakhoz. Nagyon kevés meccset játszottak akkoriban. Tehát itt most ez a szám könnyebben elérhető, tehát így lehetett Sergio Ramos 180, 200-szoros lesz meggyőződésem Cristiano Ronaldo is. Tehát akkor ez a 100 annyira bűvös volt, és most már viszonylag sokan vannak 140. A katariaknál volt 160-szoros állítólag. Igen, volt. Ehhez képest tényleg elég furcsa, hogy nálunk 109-szel már valaki rekorder. Hát régen... Katar nem jut ki több VB-re. Hát korábban nagyon sok helyre hajóval mentek el, és heteken át utaztak. Tehát repülővel nem lehetett, vagy úgy alakultak a légköri viszonyok, hogy hajóval. Tehát emiatt lényegesen kevesebb meccs volt, nem voltak nemzetközi játéknapok, a futball is gyerekcipőben járt. Tehát ma már a 200 nem annyira föltől elrugaszkodott, korábban egészen lehetetlennek tűnt. Dzsudzsák Balázs furcsa volt, hogy ő jelentette be, azt hittem, hogy az MLS fogja kommunikálni, és az ő bejelentése egy debreceni szurkoló Jankéton kvázi ilyen ultimátumszerű volt, hogy most már az MLS nem visszakozhat.
és tegnap néztem a meccset, roppant emocionális volt, és nem lógott ki. Tehát Zsuzsák lehet, hogy 20-30 perceket valóban tudna játszani. Olyan szempontból nagyon elegáns volt az MLS részéről, hogy ezt megrendezték, jól rendezték, a meccs után volt a köszöntés, nagyon sok érzés felszabadult. Tényleg azt mondom, megérdemeltem, mert tényleg nem adják ingyen ezt a 109 válogatottságot. Király Gábor esetében is én úgy gondolom, hogy voltak jobb kapusaink, de ő is eljutott a 108-ig. Tehát egy szép rendezvény volt, azt hiszem megadták a módját. A kérdés az, hogy Balázs hogy éli meg, mert szerintem ő néhány héttel ezelőtt úgy készült, hogy játszom, ha jól játszom, maradok. Tehát lehet, hogy volt benne egy ilyen gondolat, most már talán nem, ahogy ugye a meccs utáni nyilatkozatokat is figyeltem. Ez egy nagyon kerek volt, nagyon egészséges és jó gesztus, de úgy gondolom, hogy ebben a válogatottban most már vannak nála lényegesen jobb futballisták. Rosszit ezért becsültem, hogy nem engedett a nyomásnak. Egy olasz szakvezető úgy gondolta, ilyen válogatok. Ha magyar kapitány van, egész biztos, hogy Zsuzsák 120, de akár 125 is, meg bedumálták volna. De akkor volna. Lehet, hogy Juhászról is lenne már 110-szeres, bár ő mondjuk időben azt tudta magától mondani, hogy akkor nekem ennyi volt. Hát nem tudom, nekem még egy gondolatom volt, ugye Szoboszlai Dominik kapta meg most a csapatkapitányi karszalagot, és hát szívből kívánjuk neki úgyis, mint fehérvári kötődésű srácnak, hogy egyszer majd ő döntse meg Zsuzsák Balázs rekordját, pláne hogy, ahogy Laci is mondja, manapság azért már több a meccs. Ha meg kijutunk egy 48, vagy 56, vagy 174 csapatos világbajnokságra, akkor meg aztán bőven lesz. Köszönöm szépen a mai közreműködéseteket, a kedves nézőknek is a figyelmet, a világbajnokság tovább folytatódik, és mi is beszélünk majd minden fontos dologról a következő adásban. Viszontlátásra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.